Hangos sikításra ébredt a hajdúszoboszlói rendőrkapitányság kiemelt főnyomozója 2023. január 7-én éjszaka. Azonnal felöltözött, magához vette az igazolványát, a telefonját, és sietve a hangok irányába indult. Két szomszéd csatlakozott hozzá, ők is a kiabálás miatt szaladtak ki az utcára. Nem sokkal később egy földön fekvő férfira és nőre lettek figyelmesek, utóbbi hangosan sikított és segítséget kért. A rendőr azonnal odalépett hozzájuk és kiszabadította a nőt, aki felállt és zihálva elfutott. A szabadnapos nyomozó a férfit lefogta, tájékoztatta arról, hogy ő rendőr, majd értesítette a szolgálatban lévő kollégáit a történtekről. Nem sokkal később a fiatal nő apja tett bejelentést a rendőrségre arról, hogy a lányát megtámadta valaki a nyílt utcán, leteperte a földre, meg akarta erőszakolni és a mellkasát valamivel meg is szúrta. A nyomozás adatai szerint a sértett a Hőforrás utcán sétált, amikor észrevette, hogy valaki követi őt. Szaporázta a lépéseit, végül már futott, de az ismeretlen végig a nyomában volt. Az Alkotás utcában érte utol a támadó, aki a földre lökte, ráfeküdt, majd egy kéz szorította mellkasához és megfenyegette, hogy ha sikítani mer, akkor megöli. A dulakodás közben a férfi egyszer meg is szúrta a 21 éves nőt, mint később kiderült, könnyű sérüléseket okozva ezzel. A 25 éves férfit a nyomozók bűnügyi őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, amit az illetékes járásbíróság elrendelt. Gyanúsítotti kihallgatásán beismerő vallomást tett. A hajdúszoboszlói rendőrkapitányság szexuális erőszak büntett, valamint súlyos testi sértés büntet kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást vele szemben. A rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és a keletkezett iratokat megküldték az illetékes ügyészségnek.